Markó Béla, erdélyi magyar költő, politikus, az RMDSZ volt elnöke, volt román miniszterelnök helyettes és a bukaresti parlament egykori szenátora. Mostanában többször megkérdezik tőlem, hogy egy rövid életrajzi jegyzetben például mit is adjanak meg az én hivatásomként vagy foglalkozásomként, és akkor általában föl szoktam sorolni, hogy hát író vagy költő, politikus, szerkesztő, tanár, körülbelül ezek a mesterségeim, úgymond. De ez már ebben a pillanatban inkább a múlt, mert ha ma kérdeznek, akkor azt mondanám, hogy hát író vagyok, esszét és verset írok, és hát persze ezáltal értelmiségi is valamiképpen. És azt mondanám, hogy annak ellenére, hogy így egy változatos pályát mutathatok föl, hogy voltam 2 évig mindösszesen tanár Maros-Szent-Annán, aztán utána, hát majdnem 2 évtizedig szerkesztő egy marosvásárhelyi irodalmi folyóiratnál, ami mégiscsak egy másik foglalkozás. Aztán közben természetesen író is, meg hát költő, utána pedig szintén évtizedekig politikus. Én azt hiszem, hogy ez egy hivatás, és az előbb utaltam is rá valamiképpen, nem hivalkodni akarok ezzel, értelmiséginek nevezném magam. Én úgy vélem, hogy a magyar értelmiséginek lenni az azt jelenti, hogy valami módon véleményt akarunk mondani, és valami módon befolyásolni akarjuk a környezetünket. Én nagyon érdekes, hogy már egészen kisgyerekként hát költő szerettem volna lenni. De ebben valamiféle ugyancsak egy ilyen vállalás, vagy hát nem mondanám azt, de hát a kisgyerek miért ne gondolna ilyesmire, világmegváltás gondolat volt. Tehát én már egész kisgyerekként, szinte óvodásként azt kaptam a szüleimtől, elsősorban édesanyámtól, aki nagyon sokat olvasott, hogy ugye Arany János, meg Petőfi, meg ezek a költők, ők egyúttal a vezérei, vezetői is voltak a népüknek. Azt gondolom, hogy ez utólag visszanézve egy kicsit árnyaltabb, de én valamiképpen ezt tanultam, és nem egyszerűen hát lírát akartam művelni, persze, hogy elsősorban azt, és persze, hogy elsősorban verset akartam az olvasók asztalára tenni, de mindvégig úgy szemléltem a költészetet, a költői hivatást és hitvallást, hogy abba beletartozik valamiféle közéleti szerepvállalás is. Ez vitatható, hogy jó-e. Magam is vitattam később, amikor ugye elmúlt ez a láz. Ma viszont egyszerűen elfogadom. Tehát például nem tagadom le a politikusi mi voltomat, még a verseimben sem, vagy az esszéimben sem. Azt gondolom, hogy abból építkezünk, amik vagyunk és amik voltunk valójában. Azt kell mondanom, hogy 1989 előtt egy rendkívül kemény diktatúrában írónak lenni is valamiféle többletvállalást jelentett. Tetszik, nem tetszik, volt egy olyan hosszú korszak, amikor egyedül az író kommunikálhatott a saját közösségével, és ezáltal valamiféle felelősséget is vállalt. Tehát nekünk, magyaroknak nem voltak politikusaink a kommunizmus idején, illetve voltak kinevezett politikusok, de hát az egészen más. Másrészt, mikor 1989 után lehetőség kínálkozott valóban cselekvő módon részt venni a politikában, azt kell mondanom, hogy engem
az hivatásom, tehát az, hogy íróként engem ismertek, mint egyébként még sokakat, tehát sorolhatnám mindazokat az értelmiségieket, elsősorban írókat, akik akkor politikára vállalkoztak. Tehát ez engem egyszerűen bevitt a politikába. Nem lehetett volna kikerülni ezt a szerepvállalást, de nem is akartam, őszintén szólva. Másrészt pedig szerencsém volt azzal, hogy ez nem valamiféle doktrinér vagy ideológikus politikai vállalkozás volt, ez egy érdek képviseletként kezdődött, és megmondom, hogy számomra így is végződött. És még egy pillanatra visszatérnék a gyökerekhez. Hát én az 50-es években Kézdivásárhelyen nőttem fel, a Kárpátok délkeleti csücskében, tulajdonképpen földrajzilag Erdély legkeletibb részében és Románia szívében, egy teljesen magyar városban. Na most nekünk nehéz volt gyerekként is, később is megérteni is, és elfogadni is, hogy amikor egy ilyen teljesen magyar környezetbe születtünk, és abban nőttünk föl, hogyan van az, hogy lassan eltüntetik körülöttünk a magyar nyelvet, lassan-lassan elsorvadnak a magyar iskolák. Ez folyamatos haragot, dühöt, indulatot jelentett, és igen, ebből az indulatból is született az én politikai szerepvállalásom, és ebből született szerintem egyébként a szervezetem, az RMDS is. És mindvégig érdekképviseletként vagy érdekvédelemként fogtam föl a politikát. Nem könnyű látszólag egyfajta szerkesztői vagy hát költőszerepről átváltani politikussá, ugyanis hát verset írni vagy akár még kéziratot szerkeszteni is az egyfajta egyéni foglalkozás, egyéni felelősség, rajtunk múlik, hogy mi sikerül, mi nem. A politika még akkor is, hogyha ez egy ilyen magyar politika, egy magyar érdekvédelem, ez közösségi alávetettséget jelent. Egyenruhát öltünk, de egy jó ügy érdekében, azt gondolom, és attól kezdődően, amit mondunk, az egy kollektív vélemény, mögötte egy kollektív akarat van. Persze ez nem jelenti azt, hogy elveszíthetjük az egyéniségünket. Ha igen, akkor baj van, akkor nagyon gyorsan abba kell hagyni. Úgyhogy ezek voltak tulajdonképpen valahol az indítékok, ezek voltak az okok, amiért én politikára vállalkoztam. És az előbb egyfajta ellentmondást fogalmaztam meg. Azt, hogy például alkotó ember, művész, költő, író, zenész, az anyaggal, vagy egy képzelt valósággal küzd meg. Tehát és rajta múlik egyedül, hogy sikerül, vagy nem sikerül-e. Nem sikerül, a politikus pedig egyedül nem érhet el semmit. Tehát kellenek mögéje tömegek, vagy ahogy ma mondják, ugye, vagy általában nagy mondani szokás, választók kellenek. Tehát ez egy óriási ellentmondás igazság szerint. De én például azért a mindennapokban ezt az ellentmondást nem éreztem. Zavart az, hogy azt a nyelvet, amely az irodalomban színes kell, hogy legyen, élénk és eredeti, azt fel kellett váltanom egyfajta bükkfa nyelvre, ugye a politikai nyilatkozatok lekerekített nyelvére, de egyébként például tanárként, mert hát én voltam rövid ideig tanár is, vagy szerkesztőként is, folyóirat szerkesztőként is, szerintem ugyanarra az empátiára van szükség, mint a politikában. Politikában nem érünk el semmit, hogyha nincsen meg bennünk egyfajta empátia, vagyis beleérzés. Tehát, hogyha nem
tudjuk minden pillanatban, ha nem érezzük azt, hogy azok, akik minket oda küldtek, például Bukarestbe, a román parlamentbe, azok mit gondolnak, mit akarnak, milyen prioritásaik vannak. Másrészt pedig ugyanez az empátia kell a partnerekkel való tárgyaláshoz, és kell a partnerekkel való eredményes párbeszédhez. Tehát ha nem tudom, hogy aki velem szemben ül, például a mi esetünkben egy román politikus, az hogyan gondolkozik, meddig lehet vele elmenni, vajon meddig hajlandó ő engedményeket tenni, tehát hogyha ezt nem tudom viszonylag pontosan bemérni, akkor mondhatom a magamét meglehetősen keményen, csak éppen nem fogok sikerre jutni. Véleményem szerint erős különbséget kell tenni eredmény és siker között. Nyilván a sikernek a fedezete az eredmény, de én például a politikában számtalanszor tapasztaltam, hogy eredményesnek lenni nem jelenti azt, hogy rögtön sikeresek is leszünk. Előfordult az, hogy eredményként könyveltem el egy nagyon komoly előrelépést, de ennek nem volt meg a visszhangja. Tehát a siker az számomra azt jelenti, hogy amit teszünk, annak van visszajelzése. Amit jól végzünk, vagy jól teszünk, arra és azért kapunk valamiféle elismerést. Veszélyes sikerre vágyni. Én ezt most tapasztalom a politikában, és szerintem a mai, hát nem csak magyar vagy román, vagy még talán nem is csak az európai politikának, az egyik rákfenéje ez az azonnali sikerre való törekvés, vagyis az azonnali népszerűségre. Tehát az, hogy a politikus nem mer népszerűtlen lenni. Ennek következtében nem mer csak úgy cselekedni, ahogy a közvéleménykutatások sugallják. Holott azért a politika az hosszú távú tervezést is igényelne. Abban benne van az is, hogy esetleg ma népszerűtlen intézkedéseket hozunk, de tudjuk, hogy holnap ennek meg lesz az eredménye, és ennek nyomán megjön a siker is. Tehát sikerre törni veszélyes, eredményre törni az elengedhetetlen, viszont siker nélkül sem lehet élni, és igen, számomra ez például Bukarestben, a román politikában azt jelentette, hogy nem egyszerűen például a politikai arányok, viszonyok, tárgyalások nyomán sikerülhetett miniszterelnök helyettessé válni, és két alkalommal is összesen majdnem 7 évig voltam a román kormány miniszterelnök helyettese, és felügyeltem az egyébként román nemzetiségű oktatási miniszter, meg művelődési miniszter, meg az integrációért felelő miniszter. Ez egyszerűen egy politikai tárgyalás eredménye lehetett. A siker viszont számomra azt jelentette, hogy a visszajelzések azt mutatták, hogy nem egyszerűen elláttam ezt a feladatot, és én a kollégáimnak is azt mondtam, hogy nem lehet úgy politizálni Bukarestben, hogy álljunk helyt, hogy mi is tudjuk megtenni azt, amit a román politikusok megtesznek. Éppen ellenkezőleg nem is, hogy többet kell adni, ez is rendben van, többet kell adni természetesen, hanem másnak kell lenni. Tehát, és én azt tapasztaltam, hogy a román politikus kollégáim a kormányban is ezt értékelték, hogy van egy másik optikánk, hogy erdélyekként, meg magyarokként, akik látjuk, hogy mi van Magyarországon, és hozunk egy másfajta szemléletet, más módon oldjuk meg a dolgokat. Tehát ez az igazi politikusi viselkedés magyarként szerintem Bukarestben, és én úgy látom, hogy ez meghozta az eredményt is, de meghozta a sikert is. Persze, hogy elégtételem nekem az, hogy ma is, ha elmegyek Bukarestbe, vagy Marosvásárhelyen, Kolozsváron,
megállítanak, rám köszönnek románok, nagyon érdekes módon egyébként romák is, cigányok is nagyon sokszor. Ez azért érdekes, mert ők valamiképpen úgy fogták föl a mi szerepvállalásunkat, hogy értük is cselekszünk. Nem volt nekünk velük kapcsolatosan, megmondom őszintén, egy hangzatos politikánk, de a kisebbségi közösségek, köztük a roma közösségek is úgy érzékelték, hogy akkor, amikor mi valamiféle egyenlő jogokért, egyenlő esélyt dolgozunk, akkor értük is dolgozunk, és ezeket a visszajelzéseket még most is megkapom. Hát az irodalomban a siker hasonló, tehát persze, hogy nekem az a siker, hogyha megjelenik valamelyik könyvemről egy jó kritika, és mivel gyerekverseket is írok, az igazi siker, amikor előfordul valamilyen találkozón, egészen spontánul feláll egy kisgyerek és elmondja egy versemet. Ezek szerint tanulta az óvodában vagy az iskolában. Én megmondom őszintén, nem vagyok magányos ember. Tehát mindannyiunknak szükségünk van a magányra. Jól esik nekem is egy fél napig, amíg saját magammal tudok foglalatoskodni, olvasok, írok, de alapvetően még egy-két napig sem bírom ki a magányt. Kell a társ, kellenek a társak, kell a környezet, kell a család. Kézivásárhelyről is ezt hoztam magammal, hogy családban létezik. Az ember közösségben, iskolásként, iskolai közösségben, maga Kézivásárhely, mint kisváros szintén egy átlátható közösség volt tulajdonképpen. Ezt kaptam nagyszüleimtől, akik három székely paraszt emberek voltak, anyám részéről is, apám részéről is, és meg kell mondanom, hogy utána is nekem rendkívül fontos volt a család. Ez serkentés is, és támasz is ugyanakkor. Rendkívül lényeges az, hogy feleségemmel, aki egyrészt televíziós szerkesztő, ezzel egyidejűleg pedig a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Magyar Karának dékánja, folyamatosan benne élünk a közéletben, és hát azáltal is megértjük egymást, hogy mindketten folyamatosan azon gondolkozunk, hogy mit, hogyan lehetne jobbítani a tágabb környezetünkben. Ő a verseim legelső olvasója egyébként, tehát a versnek is szüksége van egyfajta családra, hogy így fogalmazzak. Én elsősorban neki szoktam megmutatni, de hát egyébként a politikai cselekvéseimet is, amíg voltak ilyenek, vele tárgyaltam meg, és ez fordítva is így van, ő is megbeszéli velem azt, ami a televíziónál vagy az egyetemen gond, és amit meg kellene oldani. Na most én nem tudom, hogy jó-e vagy rossz ez a nagyon erős közéleti elkötelezettség. Én azt hiszem, hogy a gyerekeinket vagy a gyerekeimet is elrontottam, tehát a régebbi gyerekeimet is, meg az új közös fiunkat is, hiszen a nagyobb fiam, ő biológia professzor, most már a Bábesbolyai Egyetemen Kolozsváron, de egyúttal rektor, az egyik rektor helyettes is, tehát ő sem tudott szabadulni a közélettől, de azért a közvetlen politizálástól megmenekült, mint ahogy a lányom is, akinek ügyvédi irodája van Bukarestben, viszont a kisebb fiam, ő már ismét nagyon közvetlenül kapcsolódik a politikához, közgazdaságot tanul ebben a pillanatban Londonban, de hát emögött azért az van, amit egyébként én is sugaltam neki, ez az igazság, be kell ismernem, hogy ha valaki a politikába bele akar szólni, akkor
közgazdasági tudásra mindenképpen szüksége van. Tehát nem tudtam, vagy nem is akartam, vagy nem is akartuk megóvni a belső családi körünket a közélettől. Tehát ott is politika van, ha vita van, ott is a közéletről van szó, és a politikáról is az váltja ki köztünk a vitát. De ilyen a mi erdélyi életünk, azt kell mondanom. Másrészt meg alkatilag lehet, hogy időnként eszembe jut, hogy jó lenne elüldögélni egyedül egy kicsit, de ez egy fél napig tart, nem tovább.